Sziasztok, köszöntelek benneteket! Nagy örömömre szolgál beszámolni nektek az egyik legnagyobb magyar induló kriptopénz, az ETH sikereiről, amelyről az angol nyelvű Track ICO is beszámolt. Az ETH ICO-ját a neves weboldal 5-ös osztályzattal díjazta. A hatalmas sikerük hazai és nemzetközi körökben is nagy visszhangot váltott ki. A sikerük részleteiről személyesen az alapítókat kérdeztem, és az erről látható interjút kérlek, fogadjátok sok szeretettel. Köszöntöm a nézőket, és ismét egy régi társasággal találkozunk, az ETH-nak a két vezetőjével, alapítójával beszélgetünk, dr. Kertész Mihállyal és Tábori Viktorral. Sziasztok! Szia Péter! Sziasztok. Köszöntjük a nézőket is! Hallom, a sikeretek mindenhova eljutott. A nézőknek is mondjuk el, hogy mik voltak az év sikerei, amiről büszkén számolhattok be a közönségnek. Köszönjük szépen! Több mint egy év tervezés, szervezés után sikerült elindulnunk. December 1-én tudtuk mindenki számára kinyitni a preszélt, és körülbelül 5 óra alatt összegyűlt a minimális cél. Eddig 50 millió forint gyűlt össze, a token vásárlót ennyit adtak össze, úgyhogy most már kijelenthetjük, hogy biztosan sikeres a projekt. Fogunk menni tovább. Van még egy hét a preszélből, és elképesztően sok pozitív visszajelzést kapunk. Több mint 200-an vettek már részt a preszélben, és csak egy példát hadd emeljek ki. Beszélgettem egy kanadai plasztikai sebésszel, és ő mondta, hogy ő biztos nem fogja támogatni az ETH-t, mert ő a gyógyturizmus ellen van, amennyire csak lehet. És megkérdeztem, hogy mi ennek az oka, miért mondja ezt. És azt mondta, hogy mert ő azt látja, hogy nagyon sok kanadai páciens elmegy Mexikóba az olcsóbb kezelés reményében, és visszatérnek hozzá nagyon alacsony minőségű kezelések után, és követelik tőle, hogy tegye őket helyre, gyógyítsa meg őket. Ennek nagyon negatív a tapasztalat. És amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor számára is világossá vált, hogy pontosan ez az a probléma, amit mi is szeretnénk megoldani, hogy átláthatóbbá tegyük az egészségügyet, és segítsünk a betegeknek olyan orvosokat találni, akik nem csak megfizethetőek, de jó minőségű szolgáltatást is nyújtanak, és megbízhatóak. A sikereinkhez mindenképpen hozzátartozik, mindig el kell mondanunk, mert rengeteget segítenek a tanácsadóink, a Barta professzor, az Állatorvos Tudományi Egyetem rektorhelyettese, Debreceni Barna, Csegyőr, Tóth Marcell a Google-től, és amit az előző videóban nem beszéltünk, de a szállás.hu két alapítója, Dorcsényes József és Varga Zoltán, akik 2015-ben Forbes szerint 2 milliárd forintért adták el a szállás.hu-t, ők korai befektetőként segítik az utunkat. És úgynevezett smart money-val, ami azt jelenti, hogy minden héten segítenek a stratégiában, a megvalósításban, kivitelezésben. Emellett még egy pozitívum, hogy a 3 hónapja beszéltünk utoljára, és pillanatok alatt elment ez az idő, közben a legdinamikusabban fejlődő ICO lista oldala, mint például az ICO belső, vagy a Track ICO is, a legjobb egészségügyi ICO közé tett minket. Nagyszerű, nagyon örülök ezeknek a híreknek. Szeretném megkérdezni, hogy 2018-al kapcsolatban mik a tervetek, mik a számításaitok? Viktor, kérlek, mesélj ezekről a tervekről. Mielőtt Viktor elmondja a hosszú távú terveket, pár rövid távú tervet még hadd mondjak el. Egyrészt most kaptuk a hírt, majd teljesen friss hír, hogy beválasztottak minket egy ljubljanai konferencián, egy ICO pitch versenybe, ahol előadhatjuk az ICO-nkat a top 10 közé, aki előadhatja. Úgyhogy ez ismét egy pozitív visszajelzés. Kedden lesz ez a konferencia. Ezen kívül lázasan készülünk, a hétfőn lesz az első hivatalos meetupunk Budapesten, és nagyon sok Budapesten élő, vagy Budapest környékén élő követőnk írta, hogy itt lesz, úgyhogy erre is lázasan készülünk, és akkor most itt elmondasz, hogy a hosszú távú terveink még. A hosszú távú tervek kapcsán szeretnék 3 dologról beszélni. Egyrészt a pontos lépésekről miket tervezünk, másrészt a non-profitoknak a támogatásáról, illetve nemzetközi tanácsadókról és befektetőkről. Kezdjük is a hosszú távú terveinkkel. Itt 3 fázis tervezünk a következő évre. A legelső fázis az a kezdő úgynevezett seed fázis, ahol nagyon gyorsan szeretnék eljutni odáig, hogy a teszt hálózaton tudjuk tesztelni a saját fizetési
rendszerünket, illetve mikroösztönzési rendszerünket. Ez azért fontos, mert ezzel tudjuk azokat támogatni, akik minél jobb minőségű tartalommal hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendszerünk az minél fejlettebb, minél jobb legyen. Ha ezt a lépést megugrottuk, akkor nagyon gyorsan szeretnénk terjeszkedni, tehát minél több országban szeretnénk a most felépített közösségünkkel elindulni, tehát Magyarország és Brazília után további országba szeretnénk terjeszkedni. A második fázisban a gyógyturizmus lesz a cél, amit a Visa és az Oxford Economics jelentése szerint az elmúlt 10 évben 10-szeresére nőtt, és a következő 10 évben is a 10-szeresére fog nőni, amivel el fogja érni az 500 milliárd dolláros értéket. Csak összehasonlításképpen ez azt jelenti, hogy ez több mint 9-szer nagyobb, mint az egész globális szállodaipar. A másik piac, amire be szeretnénk lépni, az a gyógyszer kommunikációs kutatási piac. Ez azért fontos, mert amíg mi nem foglalkoztunk ezzel, addig nem tudtuk, hogy amíg a gyógyszercégek elköltenek 1 dollárt, kizárólag arra, hogy gyógyszert kifejleszték, akkor elköltenek már 19 dollárt arra, hogy a kommunikációt kutassák, és a kommunikációba belevéljék a pénzt. Pontosan 2 hete keresett meg minket a Richter Gedeon, ami több mint 100 éves gyógyszergyártó cég, globális gyógyszergyártó cég, 40 országban van jelen, és nekik nagyon komoly probléma az, hogy 7 országban hogyan vezényelnek le egy kommunikációs kutatást, és erre nagyon nehezen találnak különbséget, ki ezt el tudja vállalni. Sajnos nekünk ezt vissza kellett utasítani, ezt a felkérést, hiszen még az IC-unkra fókuszálunk, és az a termék még nincsen kész, de nagyon segítőkészek és nagyon érdeklődőek a termékünk iránt, és az a célunk, hogy minél előbb ezt a piacra tudjuk hozni. A harmadik fázis az a platformizáció, ahol eljutunk odáig, hogy mások is tudnak alkalmazásokat írni. Márai Laci, a technológiai vezetőnk mondja mindig azt, hogy hiába vagyunk felnőttek, szükségünk van egy digitális anyukára, tehát nem szeretnénk azzal foglalkozni, hogy fél éven teszünkbe jusson, hogy hoppá, el kéne mennem fogorvoshoz, hoppá, nekem telefonálnom kéne. Mennyivel jobb lenne, hogy a platformunkban egy nagyon egyszerű alkalmazásban csak beírom azt, hogy milyen gyakran szeretnék fogorvoshoz menni, és ő automatán értesíteni, hogy fia, letelt az idő, itt van 3 hozzád közeli nagyon kiváló fogorvos, ezek a szabad időpontjai segítek neked foglalni. Úgyhogy ezek a hosszú távú tervénk 3 fázisban, és szeretnék egy nagyon picit beszélni a non-profitoktól a támogatásáról. Még az ügynökségi munkánk során nagyon sok non-profittal dolgoztunk együtt, itt többek között segítettünk olyan non-profit alapítványt, mint például a Szurikátát, ami diabéteses gyermekeknek segít, vagy a Vöröskereszt például, és arra jöttünk rá, hogy ezeknek az alapítványoknak nagyon nehéz az online megjelenés, a profi online megjelenés. És mi az jutott eszünkbe, hogy mi nagyon nagy a látogató számunk, ezért csináljuk a saját oldalunkon belül egy külön részt annak, ahol non-profitok meg tudnak jelenni, és mi átvállaljuk nekik a megjelenési költségeket, és teljesen díjmentesen egy profi, mobilbarát, úgynevezett responsív megjelenést tudunk nekik adni. Tehát ezt eddig is csináltuk, és a mostani ETIL rendszerben is hosszú távon bele van kódolva az, hogy bárki a saját jövedelmét, egy 100%-át, amit az ETI rendszerben keresne, ezt fel tudja ajánlani hozzá közel lévő, vagy neki kedves non-profit számára, és ezt azzal szeretnénk majd összenőzni, hogy a saját profilján meg tudja jeleníteni. És ezzel is ugye a közösségi hatást erősítve. De itt kitaláltuk azt, hogyha elérjük az 1000 Ethereum-os crowdfunding szintet, tehát 1000 Ethereum-mal legalább lezárjuk a preszélt, akkor még a normál szél előtt csinálunk egy kriptó integrációt, amivel charity-ket, tehát igazából non-profit alapítványokat lehet támogatni. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy aki támogatni szeretne non-profitot, semmi más dolga nincs, de egy külön tabban megnyitni a non-profitnek az oldalát, és ott expliciten felajánlani, hogy igen, én szeretném felajánlani a számítási kapacitásomat arra, hogy a non-profit pénzt keressen. Ez gyakorlatban egy Monero bányászás integrációt jelent, és az így kibányászott Monero egy az egyben non-profitnak fog menni. Illetve még egy ilyen szintet határoztunk meg a preszél során, amit már korábban is mondtam, hogy mindenképpen szeretnénk terjeszkedni, minél hamarabb szeretnénk terjeszkedni, hogyha elérjük a preszél alatt a 2000 Ethereum-os szintet, akkor szeretnénk Amerikában elindulni, szintén még a normál szél előtt. Rendben, ez egy nagyon, nagyon komoly terv jövőre nézve, gondolom ez azt jelenti, hogy késig dolgoztok jövőre is, és továbbra is elfoglaltok lesztek. Nagyon szépen köszönöm a beszámolót, és az elérhetőségetekkel kapcsolatban pedig az információt berakom a videó alá. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Péter, ismét! Köszönjük szépen!